Üdvözöllek! Második rész következik. Ez a rész az érzetekkel foglalkozik. Először is az örökölt érzetekkel szeretnék foglalkozni. Tulajdonképpen ez mit jelent? Tehát örökölhetünk személyjegyeket, bizonyos tulajdonságokat is örökölhetünk szüleinktől, nagyszüleinktől, tehetséget, szorgalmat, kreativitást, de örökölhetünk kevésbé jó dolgokat, például szorongásokat, félelmeket, örökölhetünk bizonytalanságot. Ezek mind a személy jegyeinkben majd később megjelenhetnek, mert ez egy információ a sejtünkben. Tehát a születésünk pillanatában már van egy információ a sejtjeinkben, melyeket hoztunk. Tehát van egy félig előkészített állapot, már akkor, amikor megszületünk, azokból az információkból, amiket hoztunk a sejtjeinken keresztül. Tehát ahogy az örökletes betegség is meg tud jelenni, de nem feltétlen, de meg tud jelenni, mert sejtszinten ott van az információ, ugyanúgy ezek az érzetek is meg tudnak jelenni. Környezeti behatások érték szüleinket, nagyszüleinket. Valamilyen életmódot éltek, volt egy életvitelük. Születtek egy országba, születtek egy helyzetbe. Lehetett ez egy teljesen nyugodt helyzet, egy nyugodt élet. De lehetett például, amikor háborúk voltak, ugye az egy kevésbé nyugodt helyzet volt. És azok az információk, amiket ők megéltek, azok sejtszinten letárolódnak, és az örökítő anyagnak köszönhetően tovább örökítik az utódokban. Tehát te is, amilyen életet élsz most, azt örökíted a gyermekedbe, illetve az unokáidba és az azt követő generációba is. Megvan a lehetőséged, hogy önmagad elkezded vizsgálni. És vizsgálhatod úgy abba az irányba, hogy megnézed, hogy milyen tulajdonságaid vannak, amit úgy gondolsz, hogy esetleg örökölted a szüleidtől, nagyszülőktől. Lehet, vizsgálhatod a külsőségeket, tehát ugye a testi adottságokat, ugye ezt is örökölhetted, de vizsgálhatod a lelki, a belsődben levő folyamatokat is meg tudod vizsgálni, és megpróbálhatod összehasonlítani, hogy a szüleid, nagyszüleid, vagy dédszülőket, hogyha ismerted, hogy ők milyenek voltak. Ez egy nagyon fontos része az életünknek, mert később majd fogok olyan területekről beszélni, ahol ez elengedhetetlen, hogy ezt a részét megértsed, hogy először is önmagaddal kell tisztába lenni, hogy te milyen vagy. Egyszerűen milyennek tartod magad. Ez egy nagyon őszinte önvizsgálat kell, hogy legyen. Meg fogsz találni olyan személyi jegyeket, és lehet, hogy fogsz találni olyan érzeteket is, mint már most fel fogsz ismerni, hogy azt te tulajdonképpen örökölted. Ez a vizsgálat nagyon jó lesz arra, hogy megnézheted, hogy melyek azok a jó érzetek, jó tulajdonságok, és melyek azok a rossz érzetek, rossz tulajdonságok, melyek benned, mint egy ilyen gyurma léteznek, és amikor válaszokat keresel majd kérdésekre, akkor ez lesz a kiinduló pontod, hogy megnézed, hogy alapból te milyen lehetett a te kiindulási pontod. Mi az, amit te hoztál. Saját példám. Tehát nekem két nagymamámat ugye ismertem, két nagymamám, mind a kettő nagyon szorgalmas volt. Ismertem két nagypapámat. Az egyik nagypapám műszaki ember volt, de nagyon szerette a motorokat, motorversenyt. És így meg tudom magamban nézni, hogy ugye a nagymamáktól a szorgalmat,
azt örökölhettem, mert én szorgalmasnak tartom magam. Az egyik nagypapámtól pedig a technika, a motorok iránti szeretetet, azt is örökölhettem. Másik nagypapám, ő egy bohémabb ember volt. Egy asztalnál ült a Karádi Katalinnal, lokálokba. Tehát én onnan is örökölhettem valamit. Jövök tovább, és megnézem édesapámat. Édesapám egy kicsit az álmodozó, kicsit a realista, tehát a kettőnek valahogy az összességében egy nagyon jó lelkű, jó indulatú, adakozó, másokon segítő ember volt. Ezt is megnézem magamban, és azt mondom, hogy igen, ezekből a tulajdonságokból sok minden nálam is megvan. Édesanyám realista, és ez is megvan bennem. Tehát ha így végignézed a szüleidet, nagyszüleidet, megnézed az ő tulajdonságait, és megpróbálod beazonosítani, hogy ebből a gyurmából mi érkezett meg, akkor meg tudod nézni azt is, hogy mi aktiválódott ebből. Tehát, hogy most érzed-e ezeket a dolgokat, amiket te sejtszinten tőlük örököltél. Megfigyelheted a gyermekedet is. Kinek hány éves éppen a gyermeked, de megfigyelheted a gyermekedet is. Magasságát, súlyát, fejlődését. Megnézheted, hogy szoktuk mondani, hogy kire ütött a családba. Megnézheted. Megnézheted a habitusát. Megnézheted a stílusát, amit úgy vizsgálhatsz, hogy ez olyan, mintha belőlem is lenne, de inkább az anyjából, vagy talán a nagyapjából. Ezeket el lehet kezdeni vizsgálni. Hogy miért fontos ez a vizsgálat? Ez azért fontos, mert az életünk tele van konfliktus helyzetekkel, tele vagyunk vívódási pontokkal. Vívódási pontokon megyünk keresztül. Sokszor nem tudjuk, hogy a döntéseinket miért úgy hozzuk, ahogy hozzuk, illetve tanácstalanok vagyunk sokszor, hogy milyen döntést hozzunk. Mert nem gondolunk arra, hogy a hozott jegyek és a hozott érzetek, azok végig egész életünkben befolyással vannak ránk. Tehát ha meg tudjuk nézni azt, hogy mi milyenek vagyunk valójában, mit hoztunk, és a gyermekünknél ugyanezt meg lehet nézni, tehát hogy ő milyen stílusú a gyermekünk, akkor rá tudunk fókuszálni, és meg tudjuk találni az elakadásainkat, meg tudjuk találni azokat a pontokat, amin mi vívódunk, és amin valamiért nem tudunk tovább jutni. Ez a gyakorlás, ez eljuttat minket odáig, hogy amikor már fel tudjuk tenni a kérdést, meg tudjuk nézni, hogy mi milyenek vagyunk, akkor el tudunk gondolkodni azon, hogy szeretnénk-e ezen változtatni. Mert hogy ezen változtatni lehet. Ez a jó hír, hogy le lehet csatlakozni erről, tehát az örökölt érzeteinkről, az örökölt tulajdonságainkról le lehet csatlakozni. Ez lesz a következő téma, amivel majd jövök. Köszönöm a figyelmeteket!